Elég volt a magyar fiatalok hátrányos megkülönböztetéséből. Az idei tanévkezdés a kiszámíthatatlanságról és az oktatási rendszer összeomlásának újabb lépéséről szólt. Hiszen Rétvári Bence szavaival ellentétben akkora tanárhiány Magyarországon, hogy első éves pedagógus hallgatókat is alkalmaznak iskolákban, akár tanórák megtartására is. Tavaly egy év alatt 5000 pedagógus hagyta el a pályát. Pedagógusok szörnyű helyzete mellett azonban ifjúsági szervezetként a magyar fiatalok problémáit is feladatunk felhangosítani. Ennek érdekében állítottunk össze egy olyan programcsomagot, amely problémák megoldása nem tűr halasztást. A politikának mindig jövőképekről kell szólnia, hiszen bizalmat csak azok a pártok kaphatnak, akiknek erős víziójuk van a jövőre nézve. A Mi Hazánk ifjai jövőképe Magyarországra és a magyar fiatalokra nézve alapjaiban tér el a Fideszétől. Még a kormánypárt számára idén is az a 12 000 külföldi, nagyobb részt Európán kívülről érkező hallgató Stipendium Hungaricum programon keresztül való támogatása volt az elsődleges, addig a Mi Hazánk ifjai jóval fontosabb kérdésnek tartja a magyar hallgatók lassan megszűnő ösztöndíj lehetőségeit és az Erasmus Plus ösztöndíj biztosítását a magyar egyetemisták számára. Az ösztöndíj mellett azonban a lakhatás terén is rengeteg a bizonytalanság. A 2023-as nyár egyik legfelháborítóbb esete az volt, amikor a beteg gyermekek nyaraltatására fenntartott Agárdi Hotelbe az Iváncsai akkumulátorgyár vendégmunkásait költöztették. A beteg gyermekek nyaraltatása mellett a magyar fiatalok lakhatását is képtelen megoldani a kormány. A lakásárak elszállása mellett, amelyek a pályakezdők pénztárcáival is megfizethetetlenek, a hitelkamatok is sokszorosára növekedtek, így a függetlenedés és a családtervezés is jóval kitolódik. A mi programunk ennek a lakhatási válságnak a megoldására a régóta halogatott bérlakásépítési program elindítása, valamint a Mi Hazánkos vezetésű településeken a földosztás kifejezetten a családalapítás előtt állók számára. A Mi Hazánk már többször felszólalt a készpénz használat korlátozása ellen, a fiatalok kifejezetten áldozatai ennek a folyamatnak, nem véletlen, hiszen őket már a készpénzmentes életre szeretnék rávezetni. Több diák is jelezte felénk, hogy akarata ellenére kellett bankszámlát nyitnia, hogy az egyetemi tanulmányait meg tudja kezdeni, sőt, a kollégiumi lakhatását is csak banki átutalással fizethette be. Követeljük, hogy ne korlátozzák a készpénzhasználathoz való jogunkat, ugyanis hosszú távon ez a korlátozás szabadságunk egy részének teljes elvételéhez fog vezetni. Van még egy sokakat érintő probléma, ahol a kormány szintén nem a becsülettel tanulni akaró magyar fiatalok érdekeit helyezi előtérbe. A tanulni nem akaró és iskolatársait hátráltató fiataloknál nem egyszer fordult elő, hogy tanáraikat is igyekeztek megfélemlíteni. Ezeket a fiatalokat az antiszociális magaviselet mértékétől függően speciális osztályokba vagy speciális bentlakásos intézményekbe kell tömöríteni a Mi Hazánk ifjai álláspontja szerint. A legfontosabb különbség a kormánypárt és a fiatalok körében legnépszerűbb párt ifjúsági szervezete jövőképe között azonban az, hogy mi a Fidesz-szel ellentétben nem az akkumulátorgyárakban dolgozó vendégmunkásokra, hanem a tanult és szakképzett magyar fiatalokra alapoznánk Magyarország jövőjét.